Sziasztok! Üdvözöllek újra itt titeket a csatornánkon. Nagyon örülünk, hogy ilyen szakon megtekintettétek az első részt, úgyhogy most ez lenne a második része a utcaitól a sportrendszám kiadásáig sorozatunknak. Az első részt ott fejeztük be, hogy megvan a gépkönyvünk és a hozzá kiállított szakvéleményünk, ami tartalmazza az autón az átalakításokat, hogy közúti forgalomba is részt vehessen. Ezután nagyon fontos következő lépés, és nem szabad kihagyni a sorból, el kell vinni az autót egy teljesítménymérésre, ugyanis a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál ezt fogják kérni. Az is fontos még hozzá, hogy a teljesítménymérésnél kiállított papír, ez nem lehet 30 napnál régebbi, amikor az NKH szemlére megyünk. Nagyon sok hely van az országban, ahol meg tudják csinálni. Mi például Kazincbarcikán a Korrek 2000 Kft-nél csináltatjuk minden évben, ugyanis minden évben a sportrendszernek a meghosszabbításához új teljesítménymérés papírt kell vinni az NKH szemlére. Következő lépés, hogyha megvan a gépkönyvünk és a teljesítménymérés papírunk, akkor el kell menni a területileg illetékes Nemzeti Közlekedési Hatósághoz, vagy van, aki úgy ismeri KPM-hez, itt fognak csinálni egy szemlét, amin felviszik a rendszerükbe, hogy a kocsinkon milyen átalakítások vannak személyautóhoz képest. Nagyon fontos, itt ellenőrzik szám alapján az üléseket, öveket, bukócsövet, alvásszámot, motorszámot vagy motorkódot, minden olyan papírt leegyeztetnek, amin ilyen számok vannak, leegyeztetik a szemlén, hogy tényleg ezek a holmik vannak-e az autónkban. Ennek a szemlének is hát nincs nagy költsége, igazság szerint általában többbe kerül az utazás, meg az autónak a szállítása, mint amennyit itt kérnek, mert ha jól emlékszem, 1190 forintán az éves szemlének a díja. Ezt a KPMS szemlét, ezt minden évben meg kell csinálni, ugyanúgy, mint a teljesítménymérés papírt, annak érdekében, hogy meghosszabbítsák a rendszámunkat, és további egy évig lehessen használni. Az NKH szemle után a következő, sajnos az országban csak ez az egy biztosító foglalkozik vele, szóval nincs másik lehetőség, el kell menni a grupom a biztosítóba, minden megyébe található, általában minden városba is található belőle érdekeltség. Itt kell kötnünk az autóra egy alvás számra kötött biztosítást. Ott már fogják tudni, mert már elég jártasak bele, van egy-két olyan biztosító, mi is tapasztaltuk már, honnan el akarnak igazság szerint zavarni, hogy nem foglalkoznak vele, meg hasonló dolgok. Mi is az adott megyeszékhelyre járunk az ottani kirendeltségre, mert ugye megyeszékhelyen általában nagyobb épületben vannak, többen vannak, ott segítőkészebbek ezzel kapcsolatban. Ebből a biztosításból kell kötni egy minimum egy havi biztosítást, és hát ügyelnünk kell arra, hogy azon az egy hónapon belül ugye feljussunk a központi okmányirodába. A következő, hát Budapesten a központi okmányiroda. Ez igazság szerint az egyik legnehezebb lépés, ugyanis időpontot foglalunk, akkor nagyon későn szoktak adni, rengeteget kell várni, hiába adnak időpontot reggel 9 órára, biztos, hogy az egész napunk rá fog menni, hogy ott üljünk, de ez nyugtasson meg titeket, hogy ez már célegyenes. Ide minden papírt magunkkal kell vinni, amit a gépkönyvezéstől kezdve kiadtak. Vinni kell az autónak a homológlapját, a VO kiterjesztéseket, vinni kell a gépkönyvet, vinni kell a szakvéleményt hozzá, érvényes teljesítménymérés papírt, az NKH szemlén szerzett papírt, a biztosításról és annak a befizetéséről egy igazolást. Ha mindezekkel megvagyunk, nagyon fontos, ne hagyjuk otthon az autónak 2 darab rendszámtábláját, nem egyet, meg nem rakunk el egyet emlékbe.
Kettő darabot kell vinni, mert ha nem adjuk le a két rendszámtáblát az autónak a forgalmi engedélyével és a törzskönyvével, akkor nem fogják kiadni az új rendszámtáblát. Sajnos nem fogadják el, hogy elveszett, elhagytuk, stb. Kettő darab rendszámtáblát kérnek mindenféleképpen. Ott fogják kiadni az autónak a menetlevelét, továbbá az új forgalmi engedélyét, és a rendszámtáblákat, ennek így nagyságrendileg körülbelül egy 40 ezer forintos díja van, majd a hosszabbításnál, amit minden évben meg kell csinálni, ott már kevesebb, mert ugyanis az indítónaplóban, hogyha bizonyos mennyiségű lap nincs betelve, akkor nem is cserélik le, és hasonlók. Hát, de hogyha már megvan a sportrendszámunk, és megvan hozzá az indítónaplóban a gépkönyv, akkor már csak egy dolog van hátra, az, hogy hazamenjünk, szépen felrakjuk az autónkra, és el lehet menni próbakörre, mint minden más, mint mindenki más. Én is megtettem, mindenki megtette, viszont egy jó tanács, a rendőrök nem igazán nézik jó szemmel azokat a lépéseket, hogyha a közeli áruházparkolóba járunk bandázni, vagy hogyha kimegyünk vele indokolatlanul körforgalmazni. Még a hóautózást még úgy, ahogy még ki is lehet beszélni, de igazság szerint kötött már bele rendőr abba is. Egyrészt jogosan mondják, mert tényleg ez nem arra lett kitalálva, ez arra lett kitalálva, hogy versenyek előtt a kocsinak a behangolását el tud végezni közúton, ne kelljen pályát bérelni hozzá, ne kelljen repülőtérre lemenni miatta, akkor futóműállításra, következő gépkönyvezésre akár lábon is el tud vinni az autót, mert nem mindenkinek van saját trélere, meg jogosítványa rá, hogy húzza a trélert, és sok mindenben megegyszerűsíti a dolgot ez a rendszám. Vannak is a indítónaplóba úgynevezett feltételek, és minden egyes használatnál be kell jelölni egyet, hogy te milyen indokkal használod az autót. Hát ugye a legnépszerűbb, ami mindenre jó, az a versenyre történő felkészüléshez szükséges közúti közlekedés. Nagyon fontos, voltak többen is bajba emiatt. Mindenféleképpen, amikor az indítónaplót megnyitjuk és indoklást írunk bele, az indítónapló elején található 4-5-6 felsorolásból írjunk bele szó szerint, ne írjunk semmi mást, mert az megint egy plusz indok arra, hogyha olyan rendőrt fogunk ki, akkor bele tudjon kötni. Azért vannak szépen felsorolva az elejében, hogy pontosan miket, milyen indokkal tudjuk használni a kocsit, azokat írjuk bele. Nagyon sokan kérdeztétek, hogy mennyi ennek az egésznek a költsége. Tehát próbáltam összeszedni, sajnos van, ami tavalyi árakat tartalmaz, van, ami idei árakat, mert ezek ugye folyamatosan változnak. De a lényeg a lényeg. Az első gépkönyvezésnél kell fizetni 97.500 forintot, vagy 95.000 forintot. Ez ugye attól függ, hogy van-e VO kiterjesztésünk, amit leszeretnénk adni, vagy nem. Az alapdíj az az első gépkönyvezésnél 55.000 forint csőregisztrációs díjat kell fizetni, meg 20.000 forintot fizetni kell az első gépkönyvért. Ezen felül ugye a VO kiterjesztések, bármennyi darabot adunk rá, az 12.500 forint, plusz hogyha a helyszínen nyomtatjuk a szakvéleményt, akkor 20.000 forintba kerül. A szakvéleményt nem muszáj itt megkérni, mert ugye időközben, hogyha el szeretnénk kicsit húzni az időt, meg spórolni szeretnénk a papírozási időn belül, akkor a szakvéleményt meg tudjuk igényelni online is, és akkor postai úton kiküldik, de ez a legegyszerűbb, hogyha ott helyben kinyomtatják, és meg is kapjuk. Szóval így tevődik össze a 97.500 forint. Ezen felül a teljesítménymérésnek a díja az 13.000 forint, a biztosítás egy hónapra az 6.500 forint, a KPM szemlének a díja az 1.190 forint, és a központi okmányirában nagyságrendileg ilyen 40.000 forintot kell fizetni, ezt pontosan nem tudom megmondani. Így, hogyha összesítjük az adatokat, akkor nagyságrendileg egy 160.000 forintos díjjal számolhatunk, ami az első rendszám kiadásáig fizetendő pénz. Természetesen minden évben, amikor hosszabbítani kell a papírokat, akkor már nem kell ennyit kifizetni.
ugyanis akkor már csak a gépkönyvezési díjat kell kifizetni, meg az új szakvéleményt, a teljesítménymérést, a biztosítást, a KPM szemlét, és a központi okmányirodában, ha jól emlékszem, akkor egy ilyen 10-15 ezer forintos díjat kell fizetni a hosszabbításra. Remélem, hogy tetszett ez a rész, remélem, hogy mindenki mindenféle kérdésre választ kapott. Reméljük, hogy továbbra is követitek a csatornánkat, ugyanis már több mint 200 követőnk van, aminek nagyon örülünk. Fogunk még jelentkezni új részekkel mindenféleképpen, és remélem, hogy velünk tartotok minél többször. Köszönöm szépen a figyelmeteket, sziasztok!